piacra való visszajuttatás érdekében, és munkahelyeket hozunk létre a versenygazdaság szférájában. Tehát ezt kell megérteni, más megoldásokat alkalmazunk, vegyük észre, hogy mi van körülöttünk a világban, és ehhez kérem, hogy minden a munkát megbecsülő magyar ember támogassa ezeket a kezdeményezéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, Comba Sándor államtitkár úrnak adom meg a szót, aki a kormány nevében kíván reagálni az elhangzottakra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm mindenek előtt, hogy ezt a nagyon fontos témát a parlament elé hozta. Ugye egyik legfontosabb feladata az új magyar kormánynak a foglalkoztatás bővítése. Hogy miért éppen ezt a feladatot tűztük magunk elé, az elég világos, hogyha néhány számadatot most mondok. Ugye nagyságrendileg 10 millióan vagyunk Magyarországon, bár tartok tőle, hogy mire a KSH az idén befejezi a népszámlálást, addigra ez a szám már nem biztos, hogy igaz lesz. A 10 millióból az elmúlt gyakorlatilag 15-20 esztendőben azt látjuk, hogy 3 millió 700 és 4 millió ember között van az, aki dolgozik. Ha még tovább megyünk az adatokkal, akkor azt látjuk, hogy a termelőszférában nagyságrendileg 1,2 millió ember van foglalkoztatva, és van ma Magyarországon közel 900 ezer ember a munkanélküliek és az inaktívak táborában, akinek semmilyen szakképzettsége nincs. Tehát ha semmi más adatot nem mondanánk egy országról el, csak ezeket foglalkoztatásügyben, az bizony igen súlyos állapotokat tükröz. Tehát a feladat nem egyszerű, és ráadásul ugye úgy kell az új kormánynak a tevékenységét végeznie, hogy egyszerre kell az államadóságot csökkenteni, beindítani a gazdaságot, és olyan fajta gazdasági növekedést beindítani, amely foglalkoztatás bővüléssel jár. No hát ez a három feladat külön-külön sem egyszerű, de együtt a hármat úgy kezelni, hogy mindhárom működjön, ez egy igen nehéz dolog. Ezért is mondjuk azt, hogy hát ugye csapataink harcban állnak, háborút folytatunk gyakorlatilag a munkanélküliséggel szemben, és hát nagyon erős az ellenfelünk, ezt azért látnunk kell, tehát csúzlival nem fogunk semmire menni. Azokkal a hagyományos módszerekkel, eszközökkel, amelyekkel eddig próbáltuk a munkanélküliséget kezelni, a foglalkoztatást bővíteni, ahogy az előbb is említettem az adatokból, látszik, hogy képtelenek leszünk kitörni. Ugye a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb dolog, ahogy ön is említette, a versenyszférát támogatni. Ez egy rendkívül fontos dolog, hiszen valós, tartós munkahelyek elsődlegesen a versenyszférában. Azon belül is a kis-középvállalkozói szektorban jönnek és jöhetnek létre. Ezért is van az, hogy egy 5 milliárd forintos munkahelyteremtő támogatást írtunk ki nemrégiben, és örömmel szeretném jelezni, hogy a pályázatok lezárultak. A célunk az volt, hogy elsősorban a leghátrányosabb helyzetű régióban lévő kis- és középvállalkozások jussanak lehetőségre. Hál' Istennek észak-magyarországi és az észak-alföldi régióból érkezett a legtöbb pályázat, tehát gyakorlatilag néhány héten belül több mint 3000 ember fog majd munkába állni ennek a programnak a segítségével, és több mint 5000 embernek a munkahely megőrzéséhez járul ez a program hozzá. Persze jó lett volna, ha az 5 milliárd mellé még egy nullát tudnánk tenni, és a 3000 mellé is még egy nullát, csak hát sajnos ugye jelenleg a költségvetés ezt nem teszi lehetővé. Nagyon fontos, amit ön ugye ugyancsak említett, a kétkezi munka becsületének a visszaállítása. Ez bizony nem az elmúlt egy-két esztendőben ment tönkre, és nem is egy-két év lesz, mire helyre lehet hozni, de világosan kell látnunk, hogy az elmúlt időszakban bizony sok esetben inkább a segélyezés 56 lábán keresztül, mindenféle kiskapukon keresztül volt érdemes utazni, mert egyértelműen bizonyította az élet, hogy adott esetben munkával kevesebbet lehetett keresni, mint segéllyel. Ez fenntarthatatlan, ez semmiképpen sem lehet megengedni, ezért egy olyan segélyezési rendszert szeretnénk fölállítani, amely egyértelműen a munkavállalás irányába mutat, tehát magyarul jobban megérje Magyarországon dolgozni, mint segélyen élni. Természetesen ehhez az is kell, hogy minél több embernek munkát tudjunk adni. Ott, ahol az elsődleges munkaerőpiac nem működik jól, és sajnos számos területe van az országnak, ahol ez még az elkövetkező egy-két évben sem biztos, hogy olyan ideális lesz, mint ahogy mi szeretnénk, ott a közfoglalkoztatásokon keresztül kell ennek a lehetőségét megvalósítani. Nagyon fontos a szakképzési rendszer átalakítása. Ugye az előbb említettem, hogy közel 900 ezer ember van szakképzettség nélkül.
A munkatörvénykönyv módosítása már most is kerül be, de az őszi időszakban az átfogó módosítása kapcsán a munkaerőpiac rugalmasabbá tételét tervezzük. A KSH adatok, a legfrissebb KSH adatok biztatóak, hiszen azt mutatják, hogy nőtt a foglalkoztatás, és elsősorban a versenyszférában nő, és ez mindenképpen egy örvendetes dolog, de azt is látnunk kell, hogy messze nem vagyunk még túl a nehezén. Az export húzza a magyar gazdaságot, az építőipar, a mezőgazdaság, ami például óriási felszívó hatása lehetne a foglalkoztatásban, még messze nem tart ott, ahol mi szeretnénk. Mindenkire szükségünk van, aki Magyarországon tud és akar dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, a napi rendelőtti felszások végéhez értünk. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse a társsorozatba vételt elutasító bizottsági döntéseket. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 2011. június 6-án a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 126. törvénynek a szülők támogatása érdekében szükséges módosításáról szóló T/3262-es számon Z. Kárpát Dániel képviselő által benyújtott előterjesztés, az államháztartásról szóló 1992. évi 38-as törvény módosításáról szóló T/3283-as számon Hegedűs Lórántné képviselőnő által benyújtott előterjesztés, valamint az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslat kidolgozása céljából felállítandó eseti bizottságról szóló H/3314-es számon Nyikos László képviselő által benyújtott előterjesztés társsorozatba vételét elutasította. Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot T/3357-es számon, a bizottság ajánlást pedig T/3357/1 számon megismerhették. Emlékeztetem Önöket, hogy az elfogadott napirend szerint az előterjesztés 6 órás időkeretben történő tárgyalására kerül sor. Felkérem Göndör István jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztását. Tisztelt Országgyűlés! A 6 órás időkeret megoszlása a következő. A Fidesz képviselőcsoportjának 122 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 72 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 58 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 64 perc, az LMP képviselőcsoportjának 41 perc, a független képviselőknek pedig 3 perc áll rendelkezésre. Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Halász Jánosnak, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának 25 perces időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Egy kormányzat munkáját jól jellemzi az a magatartás, hogy mennyire képes felismerni a legfontosabb társadalmi és gazdasági problémákat, és hogy ezekre a problémákra milyen válaszokat tud adni. Most az egészségügyi ágazat újabb, fontos lépéseit szeretném Önökkel ismertetni. A Nemzeti Együttműködés kormánya ugyanis tisztában van a problémákkal, és képes megfelelő válaszokat is adni most az egészségügy területén. A tavalyi év az ágazat működőképességének megőrzéséről szólt. Olyan lépéseket tettünk, amelyek elmaradása esetén az ellátórendszer összeomlott volna. Ilyen lépés volt például a röghöz kötő rezidens rendelet módosítása, a szakmai minimum feltételek egy részének felfüggesztése, vagy az ápolói képzés uniós normákhoz való igazítása. Az idei esztendő már a fenntartható átrendeződés éve. Lehetőség nyílik a rövidtávú intézkedések mellett az egész ellátórendszer jövőjét meghatározó fontos lépések előkészítésére. Az elmúlt hónapokban létrejött új szakmai kollégiumi rendszerünk, átláthatóbb szakképzési rendszerünk, az erősebb kamarák és a teljes körű hiteles adósságfelmérésünk az eddiginél sokkal jobb alapot nyújt ehhez a munkához. Tisztelt Ház, azzal a vállalással vettük át az egészségügy irányítását, hogy rendbe tesszük és hosszú távon fenntarthatóvá alakítjuk az ágazatot. Az egészségügy azonban olyan összetett érzékeny rendszer, amelyhez nem lehet kellő óvatosság és a szakmával való egyeztetések nélkül hozzányúlni. Ezért 2010 őszén
az akkor bemutatott Semmelweis-terv az egészségügy megmentésére című vitairat folyamatos egyeztetések után a szakmától érkezett számos javaslat beépítését követően vált koncepcióvá, és nyerte el mai formáját. A Semmelweis-tervet a kormány május 31-én elfogadta, és ez kulcsfontosságú lépés, mert megnyílik az út egy jobb és hatékonyabb egészségügyi ellátórendszer felé. Ma abban az örömteli helyzetben vagyok, hogy egy olyan törvényjavaslatot mutathatok be önöknek, amely ugyan még nem kifejezetten a Semmelweis-terv végrehajtása érdekében készült, ugyanakkor szellemiségében és irányultságában már az új egészségügy üzenetét hordozza. Szellemiségről beszéltem, mert meggyőződésem, hogy a megújulásnak ez a kulcsa. Természetesen tudjuk, hogy égetően fontos az egészségügy finanszírozásának kérdése, a pénzügyi háttér újragondolása, nagyon fontos az ellátórendszer újrastruktúrálása, egy átláthatóbb, hatékonyabb és gazdaságosabb rendszer felépítése. Nagyon fontos az emberi oldal, a szakemberhiány megoldása, az orvosaink, ápolóink megtartása, a méltó feltételek kialakítása. Több kulcskérdés van még, amelyek megoldásáról a következő hónapokban sokat fogunk még beszélni. A legfontosabb talán mégis a szemlélet, és ebben az a törvény, és ebben ez a törvény alapvetően újat hoz. A korábbi betegségközpontú megközelítés helyett az egészségügyet valóban az egészség ügyévé, az egészség megőrzésének, mielőbbi helyreállításának és fejlesztésének eszközévé teszi. Ez az új szemlélet, a népegészségügy új szintre emelése az, ami magában hordozza az előrelépés, az egészségesebb társadalom, az egészségesebb nemzet reményét. Büszke vagyok arra, hogy a törvény szellemisége alapján lehetőségünk van érdemi lépéseket tenni, összefogva minden érintett ágazatot az oktatástól, a szociális ügyekig, a sporttól, a környezet védelméig. Büszke vagyok arra, hogy végre valóban védelmet tudunk nyújtani a gyermekeinknek és unokáinknak, és lehetőségünk van egészségesebb és tudatosabb generációkat fölnevelni. A mai törvényjavaslattal újabb lépést teszünk az egészségügy megújítására. Javaslatunk 9 törvény módosítását tartalmazza. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, az egészségügyről szóló törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény, a kémiai biztonságról szóló törvény, a munkatörvénykönyvről szóló törvény, illetve az illetékekről szóló törvény. A törvényjavaslat célja a Szél-Kálmán tervben foglaltak végrehajtása, valamint számos szabályozás pontosítása, korszerűsítése, különösen a népegészségügy, az egészségügyi ügyelet, az egészségbiztosítás területén. Engedjék meg, hogy a népegészségügy kérdésére kicsit részletesebben is kitérjek. A Nemzeti Együttműködés Programja és a Semmelweis-terv egyaránt fontos célul tűzte ki a népegészségügy megújítását. Az egészségügyről szóló törvény módosításának célja többek között elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában közreműködők feladatainak meghatározásával. A jelenlegi törvény népegészségügyről szóló fejezete több ponton nem tartalmazza azokat a korszerű fogalmakat, amelyek utalnak arra, hogy az egyén miként teheti képessé magát a saját egészségének fejlesztésére, és a közösségfejlesztés jelentősége sincs kellően kihangsúlyozva. Az egészségmegőrzés kifejezést a törvény teljes szövegében mellőzni javasoljuk, helyette a szövegkörnyezettől függően az egészségfejlesztés, egészségvédelem kifejezéseket illesztettük be. Erre azért volt szükség, mert az egészségmegőrzés egy biomedikális megközelítésű fogalom, amelyben a hangsúly a gyógyításon és a már kialakult kórállapotok kezelésén van. Ugyanakkor az egészségfejlesztés ennél több, tartalmát tekintve az a folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való alkalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos műveltségének fokozására, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. Az egészségfejlesztés tevékenységi területei lefedik az egyéni képességek fejlesztését, a közösségi cselekvések erősítését, az egészséget támogató környezet fenntartását, az egészséget támogató szakmapolitikai irányelvek megfogalmazását, és az egészségügyi ellátórendszer megelőzés központú áthangolását.
Mindezzel összhangban aktualizáltuk a népegészségügy fogalmát, ahol a népegészségügy összkormányzati, a társadalom egészére építő, szervezett tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. A népegészségügy feladata a lakosság egészségi állapotának monitorozása, az egészség problémák és prioritások meghatározása, népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel való együttműködésben. Világossá kívántuk tenni azt, hogy a népegészségügy minden ágazat számára kiemelt jelentőségű feladat, nem kizárólag az egészségügyi ágazat feladata, közös összefogással és felelősséggel kell a lakosság egészségi állapotának javításához hozzáállnunk. Ugyanakkor a nemzetközi irányvonalakkal összhangban lévő népegészségügyi stratégia és az ennek megvalósítását elősegítő akcióterv kidolgozása szükséges, amely előre meghatározott, mérhető célokat tartalmaz az egészség javítása érdekében. A népegészségügy feladata a lakosság egészségi állapotának és az erre ható tényezőknek folyamatos monitorozása és rendszeres elemzése, különös tekintettel az egészség előfeltételeire, lakás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság és egyenlőség. Tisztelt Ház, a törvénymódosítás tartalmazza, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az ifjúkori betegségek felismerésére, a betegségek és szövődmények kialakulásának megelőzésére, valamint a fizikai és mentális állapot szűrési módszertanának, programjának kidolgozására, országos kiterjesztésére, az életmód tanácsadási rendszer megvalósítására. Rendszeres szűrőprogramokat szükséges megvalósítani előzetesen meghatározott korcsoportokban, a szűrőprogramok eredményeit személyre szabott tanácsadásra és népegészségügyi akciók indítására kell felhasználni. Törvényjavaslatunk az egészségkommunikáció jelentőségét is hangsúlyozza, kitér az egészséges életmódot elősegítő ismeretek terjesztése körében a sajtótermékekben, valamint a médiaszolgáltatások nyújtása során az egészségnevelés szempontjainak figyelembevételére. Gyermekeink egészségét helyezzük előtérbe, amikor a korcsoportokhoz igazodva a közoktatási intézményekben a teljes körű egészségfejlesztés bevezetését és megvalósítását írtuk elő. Ez magában foglalja az egészséges táplálkozást, a mindennapi testnevelést, testmozgást, a gyermekek érett személyiségé válásának elősegítését személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek alkalmazásával, valamint az egészségismeretek hatékony oktatását, amely többek között magában foglalja a környezet, fogyasztó és balesetvédelmi, valamint a társas kapcsolati készségekre, a családi életre és a média tudatosságra nevelést is. Ugyancsak az összefogás jelentőségét emeljük ki azzal, hogy a települési önkormányzatok együttműködését kérjük a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai szinterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program a jogszintjén létezik jelenleg, tényleges program azonban nem áll mögötte, ezért a programot a törvényből töröljük, az egészségügy stratégiai átalakítását mi a Semmelweis terv alapján képzeljük el. Felülvizsgáltuk a táppénz folyósítás szabályait azért, hogy egy tisztán biztosítási elven működő, hatékony, átlátható rendszer álljon fel, olyan rendszer, amiben változatlanok maradnak a jelenleg jól működő elemek. Amikor az idei év gyógyszertámogatási rendszeréről, annak átalakításáról beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a problémákat, amelyek e rendszert jelenleg jellemzik. Az elmúlt években ugyanis a közfinanszírozott gyógyszerellátás keretei között számos anomália kialakult. Mik ezek a problémák? Az állami biztosítói szerep nem érvényesül hatékonyan, a befogadási eljárások bonyolultak, nem egyértelműek. Nincs ösztönző elem a rendszerben a hatékony gyógyszerfelírásra, felhasználásra, a generikus gyógyszerárak magasabbak a nemzetközi árakból következtethető lehetségesnél, nem elég hatékony a forrásallokáció és a gyógyszerek támogatása nem függ a tényleges hatékonyságtól. A gyógyszerellátás rendszere nagyon összetett rendszer. A gyógyszerkasszát érintő jelentősebb átalakítást hatást gyakorolhat az ágazat minden szereplőjére, az államra, a betegekre, az orvosokra, a patikákra, a gyógyszernagykereskedőkre és a gyártókra. Ezért minden átalakítást csak úgy teszünk meg, hogy e hatásokat együttesen figyelembe vesszük. Az átalakításainkat négy fontos alapelv mentén képzeljük el. Ezek a következők. Az egészségtudatosság növelése, a prevenciós szemlélet javítása, a lakossági terhek növekedésének elkerülése, a térben és időben folyamatos gyógyszerhez való hozzáférés biztosítása. Azt várjuk az új rendszertől, hogy hatékonyabb legyen, és jelentősen visszaszoruljon a korrupció lehetősége, ehhez megfelelő szabályzókat és ösztönzőket fogunk alkalmazni.
Az intézkedések bevezetésének legfontosabb célja, hogy a gyógyszerkassza kiadási és bevételi oldalán a költségvetési törvényben meghatározott egyenleget tartani tudjuk. Támogatáspolitikai intézkedéseink 2011. júliusától kerülhetnének folyamatosan bevezetésre. A támogatáspolitikai intézkedések kiegészítését szolgálja a gyógyszergyártói promóciós tevékenységek szigorítása. Ezen felül a törvényjavaslat jogharmonizációs és a jogalkalmazást segítő módosításokat tartalmaz. Pontosítjuk azokat a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeknek a körét, amelyek gyógyhatásra hivatkozással csupán 2013. március 31-éig forgalmazhatóak. A kamarákkal kapcsolatban egy apró, de fontos módosításra van szükség. Hivatásrendi köztestületeink jogköreit az előző kormányzat jelentősen gyengítette, mi az idei esztendőben visszaadtuk az őket megillető megbecsülést. Most az illetékekről szóló törvény módosításával a szakmai kamarai tagság első létesítése esetén tárgyi illetékmentességet biztosítunk. Tisztelt Ház, engedjenek meg néhány szót az egészségügyi ügyeletek után kötelezően kiadandó pihenőidőről. A vonatkozó jogszabály jelenlegi rendelkezései alapján nem egyértelmű, hogy mi a szóban forgó pihenőidő munkajogi minősítése, annak órái beleszámítanak-e a személyi alapbér fejében teljesítendő órák a rendes munkaidő órái közé. Javaslatunkkal megerősítjük az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló törvényben is rögzített azon követelményt, amely szerint a heti munkaidő legmagasabb időtartamába az egészségügyi ügyelet teljes időtartamát be kell számítani. Ennek érdekében a munkavállaló bérét a személyi alapbérére, illetve a közalkalmazott esetében a garantált illetményre kell kiegészíteni, ha az ügyeleti feladatellátások, illetve az erre tekintettel kiadott kompenzáló pihenőidő alkalmazása miatt a rendes munkaidő egészét nem dolgozta le a munkáltató. Ettől csak a felek megállapodása alapján lehet eltérni. Ha az egészségügyi dolgozó a munkáltatóval kötött külön megállapodás alapján rendes munkaidő terhére egészségügyi ügyeletet is ellát. Tisztelt Ház, megoldást adunk egy olyan problémára is, amelyet számos orvosnő jelzett felénk az elmúlt időszakban, akik hivatalos neve, illetve azon nevük, amelyen évtizedeken át a praxisukat folytatták, eltérő. Az ügyvédi szakmához hasonlóan egészségügyi ágazati szinten is szükséges megteremteni a szakma gyakorlása során használni kívánt név kategóriáját, ugyanis a hivatalos név a személyek esetében gyakran változhat. Az egészségügyi tevékenység bizalmon alapul, sok esetben névhez kötődik, ezért fontos a folyamatosság lehetőségének fenntartása ezen a területen. Az egészségügyi dolgozók továbbra is hivatalos nevük alapján lesznek nyilvántartva, azonban a szakmájuk gyakorlása során használt nevük is hozzáférhetővé válik. Végezetül engedjék meg, hogy kiemeljem, az egészségügy mindannyiunk közös ügye, a társadalmi összefogás az egymásért vállalt szolidaritás kézzelfogható megvalósulása. Közös érdekünk, hogy egy jól működő, színvonalas, emberarcú, ugyanakkor hosszú távon fenntartható rendszert hozzunk létre. Közös érdekünk, hogy egy olyan rendszer alapjait tegyük le, amely valóban a miénk mindannyiunké, amelyet elfogadunk, óvunk és fejlesztünk mindannyian, most és a jövőben egyaránt. Nagy tisztelettel arra kérek tehát mindenkit a házban, hogy érdemben vegyen részt a törvény parlamenti vitájában. Folytassunk lényegi, szakmai párbeszédet, akár vitát is. És ígérhetem önöknek, hogy nyitottak leszünk minden konstruktív kezdeményezésre és együttműködésre, még akkor is, ha természetesen nem minden elképzelést lesz módunk támogatni és beépíteni a javaslatba. Szeretném és kívánom, hogy ez a törvény az egészségügyért végzett közös munka kezdete, a közösen hordozott felelősség felvállalása és a közös jövő megalapozása legyen mindannyiunk számára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés, most az Egészségügyi Bizottsági Álláspont és a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. A napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben megadom a szót Horváth Zsolt képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, az Egészségügyi Bizottság ülésén ezt a saláta törvényt, az egyes egészségügyi tárgyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot megvitattuk, amelyet a bizottság nagy többséggel általános vitára alkalmasnak talált. A bizottsági ülésen a tárca igen magas szinten képviselte magát, két helyettes államtitkár, és az ő munkatársaik válaszoltak a feltett kérdéseinkre, illetve ismertették a törvényjavaslatnak egyes részleteit. Tekintettel arra, hogy államtitkár úr az expozéban részletesen kifejtette a törvényjavaslatban megfogalmazódó
gondolatokat, ezért csak néhányat emelnék ki, amelyeket a képviselők különösen fontosnak tartottak a vita során. Ilyen volt az, hogy a passzív távpénz megszűnése után, ez ugye jelenleg a 30 napos időt tartam, valamikor 10 évvel ezelőtt ez egy év volt, és az idők folyamán folyamatosan zsugorodott. Ennek a passzív távpénznek a megszűnésével egyetértenek a képviselők, ami egyébként az egészségbiztosítási alap védelmét szolgálja, és a Széll Kálmán tervből következő lépés. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a helyét fölváltó szociális ellátás erre az átmeneti időszakra a valóban rászorulóknak segítséget fog nyújtani. Államtitkár úr említette, nagyon sok helyről kaptunk panaszt, gondolom ellenzéki képviselőtársaim és orvos kolléganőinktől, akiknek a névhasználattal kapcsolatos korábban szabályozatlan ügy, egy rendet kívántak tenni ebben az egészségügyben, és ebből bizony az következett, hogy az asszonynevüket kellett volna használni, ami ugye azoknak a doktornőknek, akik egész praxist építettek föl egy életük munkájában benne, elég furcsán néz ki, hiszen a betegek nagy része nem is ismeri. Ráadásul azt szoktuk mondani, hogy csak a legritkább esetben állítottak ki asszonynévre diplomát, hiszen szinte valamennyi kolléganő a leánykori nevén szerzett diplomát. Ezt most végre kezeli ez a törvényjavaslat. Erről is beszéltünk a képviselőtársakkal. Új elem, és egy szakmailag sokkal modernebb terminológiát használ, amit egyébként őszintén megmondom, az Orbán kormány alatt már használtunk, ez az egészségfejlesztés, csak aztán a következő kormányok alatt visszatértek az egészség megőrzés terminológiára. Ez konzekvensen végigviszi a törvényjavaslat az egyéb törvényhelyeken az egészségfejlesztés, egészségvédelem kifejezéseket. E kapcsán egyébként ismételten és újjalag fölmerül az egészségtan tantárgy bevezetése és annak oktatása a magyar oktatási rendszerben. Erre a képviselők szintén kitértek. Hosszasabban tértek ki a képviselők a kamarával kapcsolatos módosítás, így a regisztrációs díjat fölváltó illeték kérdésére, és másik igen fontos elem volt az utazással kapcsolatos szabályoknak a módosítása. Ugye ez nem volt egyértelmű, hogy a településen belüli utazásra igénybe vehető-e támogatás az egészségbiztosítási pénztártól, vagy nem. Itt egyébként a képviselők felvetették azt a problémát, hogy társult települések közigazgatásilag egy névhöz tartoznak, illetve egy települést képeznek, ugyanakkor az utazás az nem feltétlenül helyi járatokkal történik meg. Itt a tárca rugalmas volt, és módosító javaslatokkal ennek a problémának a kezelésére nyitottnak bizonyult. A képviselők megemlítették még a gyógyszergyártók promóciós tevékenységének a megszorítását, ami szintén a Széll Kálmán tervhez kapcsolódó a gyógyszerkassa csökkentését tartalmazó elem. E tekintetben arra hívták fel a figyelmet, hogy a promóció egy része valóban a kassa növekedését eredményezi, hiszen elemi érdeke a gyógyszergyártóknak. Ugyanakkor a továbbképzések Magyarországon, az orvosi továbbképzések rendszerébe bizony beépült az a segítség, amit a gyógyszergyártók promóció címszó alatt nyújtottak, hiszen ezeknek a pontszerzésre alkalmas előadásoknak jelentős részében finanszírozói voltak. Arra hívták fel a képviselők a figyelmet, hogy ha ezt ennyire megszigorítjuk, akkor ezt valamilyen módon ki kell váltani. Mindent összefoglalva azt mondhatom, hogy politikai vagdalkozásoktól mentes, szakmai alapon zajló, bár a szakmai véleménykülönbségeket markánsan ütköztető vita zajlott az egészségügyi bizottság ülésén, amelynek, mint már az elején is említettem, a végén a bizottság nagy többsége a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Szilágyi László képviselő úrnak, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. Önné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Meg tudom erősíteni, hogy a bizottságban egy konstruktív szakmai munka folyt politikai vagdalkozásoktól mentesen. Ez valóban így volt. Amiért kisebbségi vélemény elmondására kértem lehetőséget, ennek több oka van. Egyrészt az, hogy nem nagyon tudjuk megszeretni ezeket a saláta törvényeket, hiszen itt 9 törvényt módosítanak egy csomagban, és egymástól nagyon távol lévő problémákat hoznak elénk egyben, és nagyon szívesen támogatnánk ennek jó néhány elemét, ezt el is mondtuk a bizottság ülésén.
csak egy példát mondok hirtelen, aztán már lesz időnk kifejteni a vita folyamán, hogy kifejezetten lehet üdvözölni a munkajogi változtatásokat, amelyek az ügyeleti és pihenőidők beszámításáról szólnak. De például itt a legnagyobb formátum ügy miatt azért könnyen lehet, hogy mégiscsak arra kényszerülünk, hogy elvessük az egész törvényjavaslatot a magunk részéről, hiszen a gyógyszerkassa ilyettén módon való megvágással nem feltétlenül fogja a betegek érdekeit szolgálni. Államtitkár is említette, hogy a törvényjavaslat célja elsősorban a Szél Kármán terv végrehajtása. Én pedig ezzel szemben azt gondolom, hogy itt az egészségügy megmentéséről beszélünk, már pedig arról beszélünk, akkor a Semmelweis terv minél jobb átételéről kellene végre beszélnünk, és a Semmelweis terv pozitív elemeinek a végrehajtását kellene elkezdeni. A Szél Kármán terv sok tekintetben szembe megy a Semmelweis tervvel, nekem ez határozott meggyőződésem, és éppen ezért talán elmondható az is bizonyos esetben, az egészségügy megmentése ellenében dolgozunk, hogyha ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk. Elismerték, hogy a gyógyszerkasszából kivonni kívánt összegeket nem fogják visszaforgatni az egészségügybe, és én azt gondolom, hogy ez önmagában is felháborító. Talán ez még nem politikai vagdalkozás, ha ezt mondom. Nem, hogy nőne az egészségügy részesedése a közkiadásokból, de még tovább fog csökkenni ezen a módon. Márpedig a gyógyszerkasszához másképpen is hozzá lehetne nyúlni, ami mindenféle.